Dorottya és Gábor. Ez itt a bunkinak a teteje. Itt van a bunki. Ilyen szép formás takaróval csináltuk. Ott van egy kukabúváros doboz. Ott pedig könyvekkel támasztottuk ki. Ugye sarkára tettük a legtöbbet. És ez a bunkinak a teteje. Itt belül pedig van a bunki. Itt van a bunkinak a alja. És igen, akkor így tudok enni. Ma itt fogok aludni. Tegnap itt mesélt a anya. Itt van egy barcolás füzet, ami FC Barcelona, amit a harmadikos koromba fogok használni. Itt van Maradona, Maradona, Messi, Messi, Messi. Itt már szabálytalan, Messi, Messi, 100, 100, 100. A két harcos könyvem még itt van. Egyik itt, ahogy harcolnak. Végességgel elvesztettük a finomabb érzelés képességét, még alkalmas szavunk sincs arra a bonyolult kölcsönviszonyra, amely az állatot élő és élettelen környezetéhez fűzi. Így például mindössze egy szavunk van, szag. Anya itt fog mesélni, és itt is fogok aludni a anyuval, és majd a végén megmutatom a pillangóm, amit erdőbe kaptunk el. Szia Gábor és Ágota! De mutasd meg akkor a pillangódat. És akkor inkább megmutatom most. Erdőbe kaptuk el. Nagyon mázli volt, épp kergetőzött egy másik lepkével.